Sziasztok, itt van az ősz, itt van újra, és a 21 vlog is ismételten a világhálón. Köszöntelek benneteket, remélem, hogy a lehetőségekhez képest mindenkinek jól telt a nyara. Mi egy elég hard témával fogjuk kezdeni itt az őszi szezont, az egészségügyel fogunk foglalkozni a 21 vlogban. Ha egy embert megkérdeznek arról, hogy mi számára a legfontosabb az életben, akkor a többségünk, sőt, szinte szerintem mindenki az egészséget fogja mondani, a saját, illetve a szerettei egészségét. Különösen akkor érezzük át ennek a jelentőségét, amikor elveszítjük az egészséget, akkor látjuk, hogy mennyire fontos, amikor megbetegszünk. Ebből a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy az egészségügynek az emberiség történelme során kitüntetett szerepe volt. Ma ennek a kérdésnek járunk utána, megvizsgáljuk, hogy a 21. században mi lesz az ágazat jövője. Persze olyan, hogy egészségügyi rendszer nem létezett mindig a történelem során, az idő kezdetein ez inkább a család, a törzs vagy a falu privilégiuma volt, vagy illetékességi területe. A társadalmi szerepvállalásra, a társadalmi felelősségre épülő egészségügyi rendszer az egyáltalán nem olyan régi találmány, a modern állam kialakulásával jött létre, és annak az egyik legfontosabb rendszerévé vált. Érdemes abból kiindulni egyébként, hogy az egészségügy picit olyan, mint a szomszéd fűje, mindig zöldebb a másiké. Mindig jobb a másiké, és mindig rosszabb a miénk, a sajátunk. Mindig azt érezzük, hogy az, ahol mi élünk, ott az egészségügy lehetne jobb. Soha nem fogjuk azt érezni, hogy igazán jó, hogy tényleg olyan jó, amilyennek szeretnénk, az egészségügyel sohasem leszünk elégedettek. 570 ezer embernek nincs jelenleg házi orvosa, és kb. 750 ezer embernek nincsen fogorvosa. Vagy az lesz, hogy magas színvonalú az ellátás, de irtózatosan drága, vagy az lesz, hogy olcsó, akár ingyenes az ellátás, viszont nagyon gyenge minőségű. Vagy éppen drága is, meg szar is. Olyan emberrel én még nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy ő nagyon keveset fizet az egészségügyre, és elképesztően magas minőségű szolgáltatást. Minden úgy jó, ahogy van. Minden úgy jó, ahogy van. Valószínűleg azért nem hallottunk még ilyet, mert hogy ez képtelenség még hozzá több okból is. Az egyik ilyen ok az például gazdasági. Az egészségügy ugyanis ugyanolyan arrendszer, mint az összes többi. Abból működik, abból tud gazdálkodni, amilyen pénzt befizetnek a finanszírozók. Ami bemegy a bevételként, az jön ki szolgáltatásként. A másik ok az pedig a technológiai fejlődésben keresendő, hiszen a technológiai fejlődés olyan nagymértékű, olyan robbanásszerű, ami megemeli az egészségügy költségeit, viszont az egészségügy megemelkedett költségei egyre inkább elszakadnak a befizetett források realitásától. Harmadrészt azért sem fogunk hallani olcsó és nagyon jó minőségű egészségügyről, mert ahogy mondtuk, ez egy szubjektív kérdés, és az ember sohasem fogja azt érezni, hogy az egészségügy számára minden szempontból kielégítő minőséggel bír. A negyedik ok pedig politikai, hiszen ha ez a szektor, ez az ágazat ennyire fontos, akkor természetes, hogy a politika is rá fog települni. A mindenkori kormány majd mindig azt fogja mondani, hogy az egészségügy a körülményekhez képest jó, sőt, kitűnő, az ellenzék pedig mindig azt fogja mondani, hogy az egészségügy úgy, ahogy van, borzasztó állapotban van, és ez pedig nem másnak a felelőssége, mint a kormányé. Minket nem azért küldtek ide, hanem mi százezreket és milliókat képviselünk, azok, akik nem kapnak egészségügyi ellátást ön miatt. Az egészségügy tehát vita volt régen, vita most is, és vita lesz a jövőben is, ebben biztosak lehetünk. Én a mai adásban mégis szeretnék öt olyan problémát felvetni, amit nem tudunk majd megkerülni a 21. században, ezért talán érdemesebb egy picit alaposabban is megvizsgálni őket. Az első ilyen kérdés az államnak a szerepe az egészségügyi rendszeren belül. A 19.-20. század nagy vívmánya volt az állami egészségügy, ugye a társadalmi felelősségre, a közös felelősségre épülő állami egészségügy létrejötte. Ennek volt köszönhető a kórház, ennek voltak köszönhetőek a rendelőintézetek, a sürgősségi ellátás, a házi orvosi rendszer, a szakellátás, tehát minden olyan elem, amit ma egészségügyi rendszernek gondolunk. Ezt a rendszert azonban számtalan kérdés feszíti belülről, és ezek közül az egyik kérdés az az, hogy igazságos-e egyáltalán a közös felelősségvállalás az egészségügy terén, még konkrétabban kimondva, igazságos-e az, hogy a befizetések különböző mértékétől függetlenül papíron elvileg mindenkinek ugyanaz az ellátás jár. Ugye vannak olyanok, akik egyáltalán nem fizetnek be. Vagy azért, mert még fiatalok, vagy azért, mert már idősek, vagy azért, mert ugyan aktív korúak, de valamiért nem tudnak dolgozni, vagy éppen nem akarnak dolgozni, tehát vannak, akik egyáltalán nem fizetnek be. Vannak, akik keveset fizetnek be, mert kevés a fizetésük, és ennyire futja. Vannak, akik már többet fizetnek be, és vannak, akik nagyon sokat fizetnek be, tehát nagyon nagy a skála, nagyon széles a skála, mégis papíron, hozzáteszem, papíron, az ellátás minősége mindenki számára ugyanolyan egy állami egészségügy esetében. És a kérdés az, hogy ez igazságos-e? Ugye ezt a kérdést elsősorban a tehetősebbek szokták felvetni, hiszen egyrészt ők fizetnek több adót, ők fizetnek több pénzt az egészségügy működtetésére, másrészről ők érzik azt gyakran, hogy mivel tehetősebbek, nekik valószínűleg, vagy az ő elgondolásuk szerint
jobb ellátás járna, mint a szegényebb honfitársaiknak. A tehetősebbek befizetése miatt kialakult ilyen jellegű vitára telepedtek rá a magánszolgáltatók, akkor ugye azt mondták, hogy nálam külön pénzért jobb minőségű, szélesebb körű szolgáltatást lehet vásárolni. Ez a vita azóta is feszíti az egészségügyet, vagyis azt a kérdést veti föl, hogy hol van az állami egészségügynek a határa, és hol az, ahol már nincs az államnak felelősség az egészségügy terén. Van két szélsőséges, vagy jól kitapintható modell, az egyik az angol szász modell, amelyik azt mondja, hogy én nem vonok el tőled sokat, nem kell sokat befizetni az egészségügyre, de nem is adok cserébe sokat. Majd te a saját fizetésedből eldöntöd, hogy milyen egészségügyi szolgáltatást veszel igénybe. A másik modell a skandináv modell, amelyik azt mondja, hogy én sok adót vonok el, sok forrást gyűjtök be az emberektől az egészségügyi és egyéb rendszerek működtetésére, de cserébe neked magas minőséget is biztosítok. Ezt a problémát azonban mindannyian ismerjük, és joggal merülhet föl sokatokban a kérdés, hogy hoztam egyáltalán ide, mi ebben az újdonság. Azért hoztam ide, mert meggyőződésem szerint a 21. században ez a kérdés még akutabb lesz, még jelentőségtelibb, és méghozzá abból kifolyólag, hogy a technológiai fejlődés révén az egészségügyben egy forradalom fog lezajlani, sőt, már most zajlik a szemünk láttára. Olyan kezelések válnak realitás, amiről eddig álmodni sem mertünk. Veleszületett vagy szerzett fogyatékosságokat fogunk tudni majd gyógyítani, súlyos sérüléseket, sebesüléseket, betegségeket gyógyítani, elképesztő fájdalmakat tudunk majd enyhíteni, sőt, nem csak a betegek számára lesznek majd új eljárások, hanem az egészségesek számára is elképesztő képességerősítő vagy energiaszintjavító lehetőségek állnak majd rendelkezésre az egészségügy robbanásszerű forradalmi változásai által. Ez önmagában jó hír is lehetne, a probléma viszont az, hogy ez irtózatosan drága lesz, vagyis az állam ezt nem fogja tudni majd finanszírozni. És ebből kifolyólag, vagy úgy, ahogy nálunk a fű alatt, vagy látványosan, de mi fog történni a 21. században? El fog jelentéktelenedni az állam az egészségügyi rendszerben. Az állam tehát vissza fog szorulni a legalapvetőbb ellátások finanszírozására, és mindenki majd a saját pénztárcájának megfelelő szolgáltatót keres, hogy meggyógyuljon, vagy éppen, ha nincs megfelelő szolgáltató, vagy nincs éppen elegendő pénze, akkor majd a sorsra bízza az élet, hogy meg fog-e tudni gyógyulni. Aztán persze létre fognak jönni a felső 10 000 luxus elvárásaihoz azok az ellátók, azok a szolgáltatók, amelyek a legmodernebb technikával robotizálva várnak majd bennünket, mármint azokat, akik meg tudják fizetni bármilyen szolgáltatás igénybevételére. És hogyha már szóba kerültek az extra drága szolgáltatások, akkor itt kell megemlíteni a plasztikai ágazatot is, ami az egészségügynek egy speciális része, de egyre inkább felfutó és egyre szélesebb részt hasító, a tortából szélesebb szeletet vagy nagyobb szeletet hasító ágazata. A plasztikai sebészet terjedését vagy népszerűsödését mi sem jelzi jobban, hogy ma már egy középosztálybeli személy számára, főképp hölgyek számára igazából könnyen elérhető. De a 21. században szerintem nem csak ennek a tendenciának, tehát a hölgyek plasztikai sebészeti beavatkozásainak növekedése várható, hanem szerintem az igazi robbanás majd a férfiak plasztikai sebészete fogja jelenteni, aminek már látjuk is az első jelét, hiszen egyre több hajbeültetési, főképp férfiakat érintő hajbeültetési műtétről árulkodnak a számok. Hogy aztán mi lesz az, ami a férfiak számára a plasztikai sebészetet forradalmasítja és berobbantja, azt mindenkinek a fantáziájára bízom. Let's go see what I got you. És ne felejtsük el azt sem, hogy a nanotechnológia és a genetika fejlődése révén a 21. században úgy tűnik lehetősége lesz a pároknak arra, hogy már a gyermekük születése előtt megkezdjék annak egészségügyi kezelését, vagyis, még egyszerűbben fogalmazva, a gyermek tervezésben az egészségügy elképesztő lehetőséget nyithat majd, aminek megint vannak nagyon pozitív és nagyon jó oldalai különféle betegségekkel kapcsolatban, de lehetnek árnyoldala is, olyan következményei, amivel még igazából az emberiség jelenleg nem is tud számolni. A technológia fejlődése és ennek az állam, illetve magán egészségügyre gyakorolt hatása mellett a másik kérdés, amivel mindenképpen foglalkozni szeretnék a mai adásban, az pedig az előregedés. Ez ugye nem csak egészségügyi probléma, hanem számtalan más társadalmi kérdést is felvet, de látnunk kell, hogy a 21. században a történelemben soha nem látott mértékben fogunk hosszú ideig élni, ami önmagában jó hír, soha nem éltek még ilyen sokáig az emberek, korábban csak azért ilyen sokáig, aki nagyon egészséges volt, ma meg már szinte mindenki, vagy legalábbis a többség, hála Istennek. Tehát ez nagyon jó hír,
de ez is fölvet olyan kérdéseket és fölvet olyan problémákat, amivel szembesülnünk kell. Ennek a mai adásnak nem témája a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, finanszírozhatósága, ami ugye szintén összekapcsolható ezzel a jelenséggel. Én egy olyan kérdésre szeretném rá irányítani a reflektorfényt, amiről viszont nagyon kevés szó esik, ez pedig nem más, mint a demencia, vagyis az ember mentális állapotának lezüllése, leépülése. Alig hallunk erről a kérdésről, pedig higgyétek el, hogy elképesztő méreteket ölt és fog ölteni a jövőben. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a 21. század az a demencia százada lesz, vagy a demencia évszázada lesz. Ez már ma is így van egyébként sok szempontból. Ma is eluralta már az idősügyi ellátást a demencia problémája. Aki nem hiszi, annak azt ajánlom, hogy menjen el a hozzá legközelebb található idős otthonba és nézze meg, hogy mit talál ott, és meg fog döbbenni. Fontos a demenciával kapcsolatban két dolgot tisztázni. A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy olyan tünetegyüttes, amely lényegében az illető tudati állapotának fokozatos és visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan leépülését jelenti. Kezdetben szinte észrevehetetlen, és sokszor, amikor már kialakult, a fizikai állapot, vagy az egyéb fizikai működése, vagy biológiai működése az illetőnek teljesen normális. Ebből kifolyólag a komoly vitákat és kérdést vet föl, hogy egyáltalán hová tartozik. Az egészségügyhöz, vagy a szociális ellátóhoz. Ugye manapság egyre gyakrabban tapasztalhatjuk azt, hogy mint valami forró krumplival úgy bánnak a demensekkel a két rendszer között. Az egészségügy sem nagyon akarja kezelni őket sok esetben, hiszen fizikailag egészségesek. A szociális rendszer meg azt mondja, hogy ők valójában nem szociális rászorulók, vagy nem szociális ellátásra szorulnak, hanem egészségügyi ellátásra, úgyhogy már önmagában a probléma súlyos, és ahogy mondtam, a 21. században ennek a hatósugara csak növekedni fog, nem lesz olyan család, ahol ne lenne majd érintett. A második dolog, amit a demenciával kapcsolatban el kell mondani, hogy a tudománynak jelen pillanatban fogalma sincs arról, hogy pontosan mi okozza, inkább csak találgatások vannak. Amire a tudomány jelen pillanatban képes, az az, hogyha korai stádiumában sikerül diagnosztizálni, akkor képes a lefolyását lassítani. Ráadásul azt is látni kell, hogy a tünetegyüttes ma már nem csak az időseket érinti, hanem úgy tűnik, hogy a vadász területe az egyre fiatalabbakra is kiterjed. Nem lennék meglepve, hogyha kiderülne, hogy a demencia mögött álló valódi ok nem is fizikai, biológiai, hanem lelki eredetű, vagyis a demencia egy pszichoszomatikus megbetegedés, aminek összefüggése van, vagy ami összefügg a kultúravesztettségünkkel. Egyszerűen azzal, hogy amíg dolgozunk, amíg a gyerekek ott vannak a háztartásban, addig éljük az életünket, jobban vagy rosszabbul, de amint megszűnik a munkánk és nyugdíjba kerülünk, amikor a gyerekek kiröpülnek, akkor szembesülünk a körülöttünk lévő kultúra elveszett állapotával, és ezáltal a saját életünk értelmetlenségével. És ebben a pillanatban eláraszt bennünket a demencia, vagy valami más, ami demenciának álcázza önmagát. Ez pedig már át is vezet bennünket a harmadik kérdéshez, ez pedig a lelki-mentális egészség kérdése, ami nem tartunk olyan fontosnak, sokkal fontosabbnak szoktuk tartani a fizikai, biológiai egészségünket, pedig a kettő nagyon-nagyon összefügg. Ha fáj a lábunk, akkor szembenézünk vele és elmegyünk vele az orvoshoz. Ha viszont valamiért tartósan fáj a lelkünk, azzal nem szeretünk szembenézni, hanem a régi, két öreg segítő társunkhoz szoktunk fordulni, a tagadáshoz és az elfojtáshoz. Az a baj azonban, hogy a tagadás és az elfojtás nem szünteti meg a lelki problémáinkat, sőt, bizonyos értelemben csak fokozza a lelki megpróbáltatásokat. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a 21. század nem csak a demencia évszázada lesz, hanem a szorongás és különféle lelki megpróbáltatások évszázada is. Ebből kifolyólag a pszichológiának, vagy a pszichiátriának, vagy a különféle segítő szakmáknak, irodalomterápiának, művészetterápiának a már most tapasztalható jelentősége csak nőni fog, mint hogy valószínűleg sokkal több motivációs sarlatánnal és áldoktorral is fogunk találkozni. És konkrétan ugye arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is basszák át a motivációs trénerek a nagy közönséget. A lelki egészség kérdése persze nem tartozik szorosan az egészségügyhöz, mondhatjátok néhányan, de mi is történik a lelki megpróbáltatásaink során? Ha nem sikerül megoldanunk őket, akkor vagy megbetegszünk, vagy cigarettához, vagy alkoholhoz, vagy más szerekhez nyúlunk, elveszítjük az egészségünket, és lényegében közvetett úton, több lépésben, de ugyanott kötünk ki, mint a fizikai betegségek esetében, a kórházakban is az egészségügyi rendszert fogjuk terhelni. A negyedik téma, amit szeretnék most itt megemlíteni, a táplálkozás kérdése, amiről szintén elmondható, hogy nem tartozik szűk értelemben véve az egészségügy problematikájához, politikai kérdés is, gazdasági kérdés is, népesedési kérdés is, környezetvédelmi kérdés is, és még ki tudja, milyen problémákat vet fel, de hogy mégis idehozom, annak az az oka,
hogy a népesség robbanás révén, ami a világban tapasztalható, képtelenség lesz egészséges minőségi táplálékkal ellátni ennyi embert. A 10 milliárdos lélekszám felé robogó föld lakosságát minőségi élelmiszerrel tehát lehetetlen lesz ellátni, különösen a szegényebb tömegeket, úgyhogy az államoknak majd külön problémát fog okozni, hogy hogyan lássák el olcsó és szintetikus táplálékkal a tömegeket, főképpen a szegényebbeket, ahogy említettem. Hogy ennek mik lesznek a konkrét egészségügyi hatásai, hát ezzel kapcsolatban megmondom őszintén, bennem komoly aggodalmak, félelmek vannak, hiszen az emésztő rendszerünket az evolúció több tízezer éven, vagy akár több százezer éven keresztül alakította olyanná, mint amilyen most. Mi pedig a táplálkozás tekintetében rohamos léptekkel szakadunk el a biológiai adottságainktól. Úgyhogy ez egy komoly probléma lesz, ahogy említettem, és komoly egészségügyi kockázatokat is rejt magában, és hogy pontosan mit fog okozni az egészségügyi rendszer tekintetében, ezzel kapcsolatban tényleg csak találgatni lehet. Egy biztos, a manapság nagyon divatos ne használj műanyagot jelszó, néhány éven belül szerintem módosulni fog, az lesz a jelszó, hogy ne egyél műanyagot. Az ötödik kérdés, az utolsó kérdés, amivel foglalkozni szeretnék ebben a mai adásban, az pedig a vírus, illetve a vírussal kapcsolatos problematika. Nagyon sokat beszéltünk már, és én magam is a pandémiáról, nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mi lesz a vírus katonai, illetve politikai felhasználásának jövője a 21. században. A pandémia minden bizonnyal új fejezetet nyitott a világtörténelemben, és ezen belül a biztonságpolitika kérdésében is. Én nagyon meg lennék lepve, hogyha a világ különféle országaiban a hadi, katonai stratégák nem modellezték volna azt a pusztítást, amit ez a kis vírus el tudott végezni a világban. Minden országnak, és ezen belül minden ország egészségügyi rendszerének fel kell majd készülnie a katonai és politikai és terrorcélú vírustámadásokra. Ez olyan természetes lehet majd a 21. században, mint az, hogy egy országnak van légvédelme. De ahogy a kormányoknak föl kell készülni a külső katonai vagy terrorcélú vírus támadásokra, úgy kell a társadalmaknak belül felkészülniük a kormányaik politikai célú vírus manipulációira. Én nem vagyok vírustagadó egyáltalán, sőt, de azt azért lássuk be, hogy ennek a vírusnak a lefolyása elképesztő politikai lehetőségeket teremtett, különösen a kormányoknak. És hogyha ezt a lehetőséget megteremtette, akkor nyugodtak lehetünk benne, vagy biztosak lehetünk benne, hogy a politika élni fog ezzel a lehetőséggel. De ez már annyira messzire vezetne bennünket a mai adásnak, az egészségügynek a témájától, hogy inkább befejezem, a mai adásnak a végére értünk. Ugye 5 olyan témát vizsgáltunk meg, amely a 21. században az egészségügyet így vagy úgy, de érinteni fogja, és nem tudunk menekülni előle, valamit kezdenünk kell majd ezekkel a problémákkal. Ez pedig nem volt más, mint a technológiai fejlődés, illetve annak a hatása az állami és magánegészségügy szerkezetére. A másik a demencia problematikája volt, a harmadik a lelki egészség kérdésköre, a negyedik a táplálkozás kérdés, az ötödik pedig a vírusé. Ez volt a mai adás, nagyon köszönöm a figyelmeteket. A jövő héten pedig a geopolitikával, a nagyhatalmakkal és a szuperhatalmakkal fogunk foglalkozni. Ha tetszett ez adás, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, ha még nem tetted volna meg. Ha szeretnél vitát is folytatni, akkor találkozunk a Pegapol oldalán, ha pedig támogatnál is bennünket, akkor keresd bennünket a Patreon oldalon.